Rohászka utcai kerékpárút és víziközmű építési, valamint a Budai út, Várkörút, Vörösmarty tér közötti szakaszának víziközmű átépítési és burkolatfelújítási munkái miatt január 18-án kedden reggel 8 órától előreláthatólag március 11-ig lezárják az átmenő gépjárműforgalom elől a Budai út, Rohászka-Ottokár utca, Vörösmarty tér közötti szakaszát, valamint a Várkörút, Budai út, Rohászka-Ottokár utca csomópontot a teljes keresztmetszetben. A Prohászka-Ottokár utcában korábban bevezetett lezárás továbbra is fennmarad. A felújítás alatt a lakosságot és a gépjárművezetőket arra kérik, hogy úti céljaik megközelítése során a bevezetett forgalmi rendet, valamint a kihelyezett közúti jelzéseket fokozottan vegyék figyelembe. A Waze alkalmazást nagy segítséget nyújt az aktuális forgalmi viszonyok felmérésében. Az útlezárások idejére kiemelten javasolt az alkalmazás használata a közlekedőknek. A lezárások érintik a helyi és regionálisan közlekedő autóbuszok járatútvonalát, ezért az érintett járatok kedden 8 órától a korlátozások időtartama alatt terelő útvonalon közlekednek. Az Alba Aréna kivitelezéséhez kapcsolódóan hétfőtől megkezdődik a kitermelt termésföld elszállítása. Körülbelül egy hónapot vesz igénybe a 62 ezer köbméternyi mennyiség elhelyezése, ezért ebben az időszakban megnövekedett forgalomra kell számítani a Budai út, Nagyszombati út kereszteződésében és környékén. A szállítás munkanapokon, munkaidőben, esténként pedig szombati napokon fog történni. A tehergépjárművek a Budai úton és a Nagyszombati úti jelzőlámpás csomóponton keresztül haladnak, hogy az Aranybulla emlékmű és a Budai út közötti földterületen kiépített ideiglenes úton az emlékmű mögötti bánya területre kerüljön a töltésföld, annak rekultivációját is meggyorsítva majd ezzel. Az üresen visszatérő gépjárművek a Budai úton a Topolyai utcai jelzőlámpás csomópontnál és a Palánk úton közlekedve tudnak visszafordulni a munkaterület irányába. Minden közlekedő és érintett lakos türelmét kérik. Székesfehérváron helyi és helyközi autóbuszok és a vasúti találkozás pontja a tervek szerint autós és kerékpáros útvonalakkal egészül ki a jövőben. Jelenleg az egész Fejér megyére kiható beruházás tervezőjét és kivitelezőjét keresi a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő ZRT. Egyebek mellett új buszpályaudvar, parkolóház, felszíni parkolók, körforgalmak, kerékpárutak lesznek a főbb elemei a székesfehérvári vasútállomás átszálló kapcsolatait fejlesztő giga beruházásnak. December 28-án megjelent a Székesfehérvári intermodális csomópontnak a közbeszerzési kiírása, amelyik már a kiviteli tervezési feladatok befejezéséről és a kivitelezésről szól. Ennek a közbeszerzési eljárásnak február 24-e az ajánlattételi határideje, és a célunk az, hogy gyakorlatilag nyárra lehessen akkor egy olyan szerződés, amelyik lehetővé teszi ennek a kivitelezési munkáinak is a végigvitelét, és tulajdonképpen a pontos ajánlati árak ismeretében lehetőség legyen arra, hogy döntés születhessen ennek a projektnek a finanszírozásáról is. A Magyar Közút Nonprofit ZRT beruházásában a kiemelt társadalmi igények program keretében megépült az 1-es számú főút és a 8108-as utak közúti csomópontja. A bruttó 327 millió forintos beruházás a Duna aszfalt építésében valósult meg az országos közútépítő program részeként. A korszerűsítés keretében megújult a kerékpárút és a vízelvezető rendszer is. A fő cél, hogy a 8101-es és a 8108-as alsóbrendű utak csomópontjainak kialakításával Etyek, Mány és Bicske polgárainak megkönnyítsék a közlekedést. Az avatón a három érintett település polgármestere köszönetet mondott az építőknek, míg Teszeli Zoltán a Pannonia Szíve program miniszterelnöki biztosaként, országgyűlési képviselőként mondott köszöntőt, és kiemelte, folytatódnak azok a beruházások, amelyek megkönnyítik a térség lakóinak életét. 8108-as számú út, ami Etyek felé halad, az nem kötött rá az 1-es számú főútra, hanem a régi Budai úton, ami a 8101-es számú út volt, azon egy télágazásban vagy Bicske felé kellett haladni, és ott lehetett feltérni az 1-es számú főútra, vagy Herceghalom felé, és akkor Herceghalomnál lehetett feltérni
erre az útra. Utazási irodák munkatársaitól megtudtuk, belföldre és külföldre is szívesen utaznak az emberek 2022-ben. Nagy az érdeklődés a külföldi szervezett utazások iránt, hiszen kedvező ajánlatokkal indították az előfoglalási időszakot az utazási irodák partnerei. Az viszont nem mindegy, hogy az egyes országokban milyenek a beutazási feltételek. Előfoglalási kedvezményeket kínálnak a partnerek, kötbérmentes lemondási lehetőség van a bizonytalan helyzetre való tekintettel, bár ez már a tavalyi évben is rugalmasan működött. Idén általában sokan a török riviérára, a görög szigetekre szeretnének eljutni, illetve a közép-amerikai területek, Mexikó, Dominika térsége, Dubaj a cél. Az egyik iroda utazás szervezője elmondta, az árak magasabbak, a drágulás azonban már 2021-ben elindult. Számos helyszínen pont a 2021-es évre inkább áremelések következtek be. Köszönhető ez egy kicsit ugye a forintunknak a romlásának is, de nem csak annak, hanem hogy az adott országokban megnőtt az infláció, és olyan helyszíneken is, ahol ez nem volt megszokott. Tehát ilyen euróvezetekből is el tudom ezt mondani, hogy Ausztriában, Olaszországban, Franciaországban kifejezett áremelkedések vannak, és ez néha eléri egyébként a 20%-ot is, tehát nagyon nagy számokról beszélünk. A Grand Inkubátorházban folytatódott a Matthias Corvinus Kollégium előadás sorozata. Ez alkalommal Littke Máté, az MCC Klímapolitikai Intézetének igazgatója volt a vendég, aki Tévhitek és mítoszok a környezetvédelemről címmel tartott előadást. Mint mondja, lényegesnek tartja, hogy a klímaváltozásról és az egyéb természeti témákról közérthetően és szélsőségektől mentesen lehessen beszélni, valamint, hogy a hazai közbeszédet egy pánikkeltéstől és tagadástól mentes, az észszerűséget és a tradíciókat tiszteletben tartó gondolkodás határozza meg. Január elején ez idáig kemény mínuszok, erős fagyok jellemezték időjárásunkat, éjszakánként sok helyen mínusz 7 fokig csökkent a hőmérséklet, és napközben sem volt melegebb plusz 2 foknál. A hétvége azonban naposabbnak ígérkezik, melegfront érte el hazánkat. Ennek következtében több helyen megnövekszik majd a felhőzet, de csapadék nem várható. A jövő heti időjárásban kettősséget tapasztalhatunk majd a szakértő szerint. Ami lényegesen változást hozhat, az majd inkább a hétfő lesz, ugyanis a hétfőn érkező hidegfront az várhatóan majd a keleti, észak-keleti ország részből is kisöpri ezt az alacsony szintű réteg felhőzetet. Jelentősen fog javulni például a légszennyezettség is ezeken a tájakon, és valószínűleg ezután a keleti ország részben is megindul majd az enyhülés. Itt ugyan kisebb mértékben, mint nyugatabbra, de mindenképpen egy enyhülő tendenciára számíthatunk a jövő hét folyamán.